A Salföld táblától 1024 huszárlépés. 1023, 1024 és jobbra. Alulsárga, fölül fej. Jó napot! Szervusz, Győző! Hát hova mentem? Még csak most jöttem! Gyere, pattanj föl, majd meglátod. Győző, milyen vendégszerető népek vagytok ti erre felé, melengeti a szívemet. Egy pohár tejjel fogadjátok a betérőt. Kocintum? Hát nem, a tej az az alapozáshoz kell, de nem tudom, te honnan jöttél, hogy tejjel kocintotok. Itt mi nálunk a Balaton felvidékkel borral szoktak, úgyhogy egy pohárral mindjárt töltök neked. Hú, nagyon szépen köszönöm. Bor és tej, hát azt hiszem, hogy ez a kánoán. Összeillenek, így van. Igazi fehér bor a jó fehér tejhez. Hát a szomszédasszony bora. Húha! Kedves egészségedre! Mondhatnám zamatos. Igen, finom. Chardonnay, egyébként itt Sándornénak nevezik. Milyen technikával dolgozol? Hát tojás temperával dolgozom, ami egy nagyon régi festőtechnika. Az ikonokat is ezzel festették, és az olajfesték feltalálása előtt a középkori táblaképeket is. Uh-huh. Tehát a szárnyas oltárok, azok mind tojástemperával készültek. Ezt a technikát én nem főiskolán tanultam, hiszen nem végeztem főiskolát, én önképző amatőr vagyok, hanem festőművész barátaimtól tanultam, akik a kezembe adták a Cennini nevű középkori mesternek Cennini, a festőkönyvét. Igen. Igen, ez egy olyan, mint egy receptkönyv a szakácsok számára. Ahogy nézem a palettádat, tényleg nem látok hagyományos tubusokat, hanem kis tégelyeket, üvegcsőket, amiben őrzöd a festékporokat. Igen, ebben vannak ezek a festékporok, és a palettán vagy egy kis tégelyben annyit keverek ki a tojással, ami ahhoz a színhez kell. A tojás itt a kötőanyag szerepét tölti be, ebben nincsenek adalékanyagok. És éppen ezért a tojás tempera végtelenül színtartó és tiszta. Ezt úgy kell elképzelni, hogy bemész itt Salföldön egy boltba, veszel egy kész vásznat és zutyi elkezdesz festeni? Salföldön semmilyen bolt nincs. Festőművész restaurátor barátaim készítik számomra, úgynevezett középszívó kréta alapot tesznek rá. Na most mikor ezt én megkapom, akkor én még ráhúzok egy alapot ezzel a tojástempera festékkel, titánfehérrel, nem is egyet, hanem több rétegben oda-vissza, hogy egy tükörsima hófehér alaphoz jussak. Miért fontos ez a vakító fehérség? Ugyanis a tojástempera az egy nagyon vékony festőtechnika, tehát lehellett finom, vékonyan húzom fel rá a színt, és ahogy a fény behatol a képre, átmegy ezen a vékony színes rétegen, és akkor a fehér alapról visszatükröződve jut az én szemembe. Uh-huh. És ez a kettős út egy pici vibrálást hoz létre, amelyet nem látunk, de ettől annyira szépek ezek, ezek a tiszta színek. Mi fog készülni, Győző? Van egy családi arckép csarnokom, ahol rokonok, ősök és képzelt ősök szerepelnek, és ennek egy darabját festem majd meg. A
déd nagyapám 1848-ban Lehel huszár volt. Őróla semmilyen ábrázolás nem maradt fenn, viszont egyrészt nagyapámról van egy katonakép 1914-ből, másrészt pedig van egy unokaöcsém, aki meglepő hasonlóságot mutat a nagypapámmal, csak egy fiatalabb korosztály, és ma él. Végül is ebben a kompozícióban szándékozom őt megfesteni. Nagyon sok régi fotográfiát használok fel, mert hál' Istennek ebben az időben már működött a daguerrotípia. Igen, igen. És azt, hogy egy lovas katona hogy állt ki, hogy viselte az egyenruhát, ehhez muszáj egykorú képeket használni, mert a mai ember, még a bajuszos is, nem képes úgy tartani magát. Feltűnt a fiatalemberen ez a tekintélyes bajusz. Ez különleges bajusz, azért nem egy általános bajusz. Hát ez ugye? Az úgynevezett a magyar bajusz. Ugye a bajusznak rengeteg műfaja és fajtája Mitől van. Mitől magyar ez a bajusz? Attól magyar, hogy felfelé kunkorodik a vége, és van egy határozott íve, ami eltér például a Vilmos császár vagy a Dali bajusztól, ami szintén fölfele áll, igen. De az olyan szögletes. Ez pedig egy bizonyos ívvel. Itt egy kicsit kusza a bajsza, tehát nincs most kipödörve, mert ezekhez különleges bajuszpedrő anyagokat használnak. Van hozzá zsírszerű anyag? Kence? Hát ami valamiből legjobban bevált, ha már így rátérünk erre a bajusz dologra, ami legjobban bevált, az birkafagyú, méhviasz és levendula olaj keveréke, mikrosütőben összerottyantva. Mikrosütőben, hát ez egészen elképesztő. Több kísérlet az után. Az ősi és az új technika hát találkozása a bonzasztalon. Régen nyilván nem így csináltak, de ez az, ami ma bevált. Ez a kedves tej, és ez már kihűlt. Jó lesz így is? Jó lesz így is, de tulajdonképpen a tej az csak az utolsó simítás, tehát ezen már rajta van a kréta alap, rajta van az általam behúzott titánfehér alap, és a végén egy vékony tej réteget kap. Mi a szerepe a tejnek? Hát igazából nem tudom, ez egy kicsit olyan varázslás, a receptben benne van. Ki lehet hagyni a tejet, de én szeretem betartani, főleg, hogy ugye van kecske, tehát... Hát, ezek a drága kecskék. Igen. Több funkciósak. Ahogy a tojást is a saját tyúkok adják, a tejet is a saját kecske. Kész. A többit köszönöm meg lehet szépen. Inni. Ennek most száradnia kell. Igen, ennek most egy darabig száradnia kell. Addig menjünk ki és kérjünk a tyúkoktól egy tojást, mert mindig friss tojást használunk a emúzióhoz. De Csaba, mit művelsz? Hát megijeszted a tyúkokat. Én csak bűvölöm őket, hogy szép legyen a tojás. De akkor inkább kukorékony, mint egy kakas. Győző, egy Faberzsé. A fene. Győző. Jaj, Csaba. Ide egy igazi magyar tojás kell. Jól megcsípett egyébként. Az emulzió azt jelenti, hogy a tojásnak a
anyagában, ami ugye azért vizes és fehérjéből áll, egy élőszerves anyag, abban lebegnek a festőszernek a részecskéi. A festőszer az lenolaj, dammár, lakk és terpentin keveréke megfelelő arányban, és ez, ebben az emulzióban fogom szagolni, meg nagyon finom illatalan. Na, tényleg jó illatú. Mondjuk és ebből most rántottát csinálni nagyon... Na, most már nem lenne igazán jó. Ennek a nézetrásnak a segítségével fogom felmásolni a vászonra, kihúzok cérnaszálakat, és utána a nézetrácson belül már szabad kézzel rajzolom. Az a lényeg, hogy csak éppen, hogy látszódjon ez a vázlatvonal. Szinte lazúrosan. Teljesen lazúrosan, igen. Akkor reszerűen, vízesen kerül föl ez. Ha esetleg elrontom, akkor egy vizes ruhával ezt vissza lehet törölni, és egy pici fehér pótlással helyre lehet hozni. Mert itt a rutin dönt, tehát itt nincs szó ikletről, vagy fantáziáról, hanem rutin és a szolgai hűség. Ennél a huszár portrénál alkalmazod így a bajuszt. Jellemző volt a korabeli férfi viseletre a bajusz? Tehát a huszároknál ez általános volt? A bajuszos huszár? Olyannyira, hogy a viselet és az egyenruha részének számított. Az angol huszárságnál, ahol akik szó szerint mindig lemásoltak a magyar huszárokat, előírás volt, hogy akinek nem nől bajusza, annak a borbély pótolja, vagyis műbajuszt ragasztottak. Na, nagyon sok egykorú leírás van külföldiektől, hogy hát Magyarországon az nem számít embernek, nem kap feleséget egyszerűen, akinek nincs. Ez nagyon komoly bajusza. Dolog. Híres John Paget, Paget János, tehát egy angol, aki ide nősült, és annak a leírásaiból olvasni ezt, hogy hát első dolga volt, hogy megnövesse a bajuszt, hogyha magyar emberként akar létezni. Abban a korban ugye pocakos huszár nem volt, ezt a lovaglás eleve kizárja, de kimondottan a karcsú derék volt a divat. Egyes idősebb huszárok fűzték is magukat harcsontfűzővel, de a fiatalok erre nem szorultak rá, de mindenképpen a zsinórzás formája ezt kihangsúlyozta. Tehát a karcsú derék, széles váll, a férfias. És ehhez járult érdekes módon, hogy a bajusz ezt a hatást fokozza. Tehát azzal, hogy az arcot középen tagolja, és fölfelé kunkor, ettől pedig egy optimista, mondhatnám a győztes férfi benyomását kelti, igen. Most az arcnak a első rétegét kezdem el. Ehhez ugyancsak a középkori mesterek nyomán zöld földet használok. Ez a veronai zöld föld volt az alapszín, amivel aláfestettek az arcnak. Látszólag furcsa, hogy zöldel. A tónusok miatt kell. Igen, Most például, ha ránézek a te arcodra, a teremben lévő reflexek miatt igenis az árnyékokba, a félárnyékokba ott vannak azok a bizonyos zöldek. Igen, pedig nincs gyomorront. Pedig... Azt szokták mondani, hogy zöld vagy. Kép fejlődése szempontjából pedig most sárgákat. Igen, hát úgy körülbelül a színsorrendet be kell tartani, a világosoktól haladunk a sötétek felé, mivel itt majd pirosak és kékek fognak következni, amelyek fedőszínek a sárgához képest, tehát itt nem kell ügyelnem a
a kontúrokra, a körvonalakra nyugodtan túlfuthat. Tehát csak úgy elhelyezem. Körülbelül elhelyezed akkor a világító sárga szint. A zöld föld megszáradt annyira, hogy rá lehet vinni az első arcpírt. Uh-huh. Ez szintén a régiek adták ezt az elnevezést, az első arcpír. Itt egy finom rózsaszínről van szó, amit hát viszont el kell találni, hogy ne egy sült malacot kapjunk vele ezt túl. Te milyen színből kevered ezt a bizonyos rózsaszínt? Kadmium vörösből és fehérből. Tehát egy leheletnyi pirosat lehet csak hozzátenni a fehérhez. A fehér az egy csodaszer. Érdekes, hogy dúsítja is a színeket, vissza is fogja. Ha kihagyom a fehéret, akkor sokat szenvedek. Nyomdász voltam 4 évig, tehát ott nem csak elméletileg, hanem gyakorlatban is tanultam a színbontást. Az a zöld föld nagyon kell oda, és majd még fogok is később a reflexeknél és az árnyékoknál zöld földet alkalmazni. Igen. Ez már mondhatnám a csemege része, az élvezeti része a festésnek. Amíg szárad, addig viszont nem enyél a festő, hanem a következő tónus a háttér, egy krómoxid tüzes háttér lesz. Az alatt mint egy kifestőkönyvet ki tudom. Ennek is gondolom így a színeidet nézve és ismerve egy fehérrel kevert változat lesz. Tehát rengeteg fehérrel. Azért egy krómoxid tüzes zöld, az nyersen fölrakva borzasztó intenzív, igen. És nehéz kezelni. Nagyon nehéz kezelni, jól mondod, mert ez szóval nem szereti a vásznat, mintha le akarna ugrani megeszi róla. Megeszi valahogy az összes többi dolgot. És foltos lesz, és túl durva, viszont a fehértől teljesen megszelídül, és egy nagyon jól kezelhető, kellemes anyag jön létre, mert ezek tulajdonképpen anyagok, amelyeket hát az embernek tiszteletbe kell tartani. Nem erőltethetem azt, amit ő nem akar. Ebben a... De aztán minden festésben vannak ilyen nagy mázolásszerű részek, amik viszont nagyon fontosak, mert az ember az alatt pihen, átgondolkozik, pontosabban a mozi megy ez alatt, és kialakul így vizuálisan, hogy mit kell csinálni. Egyébként nagy hangsúlyt fektetsz arra, hogy milyen ecseteid vannak? Én úgy hallottam, hogy a tojástemperához a nyers ecsetek nagyon jók. Én rendszeresen vásárolom a Ápiszban azt a legolcsóbb gyerek ecseteket, így tucatjával, és sokszor 10 között egy zseni akad. Uh-huh. És az lesz a kedvenc ecsetem. És a méreg drága nyers ecsettel pedig felsülök. Uh-huh. Ez például egy deák. Deák kategóriai műanyag nyelű, szerintem egy a célnak tökéletesen megfelel. Igen. Itt én egy süket, világos zöld, mondhatnám azt, hogy konyhaszekrény zöld felületet akarok létrehozni, ugyanis azon fognak majd a bajusz szálai, vagy a pirossal beírt betű ragyogni. Tehát egy homogén. Teljesen homogén kell, felületen. Hogy legyen, erre értem. Törekszem, igen. Ilyenkor megkísért az, hogy de jó lenne egy ilyen festékfújó pisztoly, azzal könnyebb lenne. Próbálkoztam, és annyira élettelen, tehát egy nagy felületet is, ha kifestesz
egy kis ecsettel 500-szor rámenve, az megéri. Mert valami olyan töbletet kapsz. Van benne valami mozgás, valami élet? Igen, igen, amit én se látok, de igen. Érzem, hogy ott mellette lefújják, felületesen nézve ugyanaz a tónus és egy unalmas süket valami. Igen, valahogy megdöglik tőle igen, az a igen, dolog, igen, amit éppen készítene. Pedig én arra törekszem, hogy olyan legyen, mintha lefújták volna. A zsinórzat az mint piros színű, tehát most az, de egyben mint egy meg is rajzolja a zsinórzat az alakot. Ez egy kadmiumvörös. Ez egy kadmiumvörös, igen, ami szintén ma már nagy ritkaság, betiltották a gyártását, mert nagyon mérgező. Uh-huh. Úgyhogy ma valamivel pótolják, de hát nem is lehet összehasonlítani. Hát én szerencsére egy meghalt öreg festőhagyatékából tudtam venni annyit, amennyi szerintem életem végén kitart. Noha nem fukarkodom a vörössel. Nagyon szépen ízzik ez a vörös a igen. mellette lévő sárgával és a fehér alappal. Na ez az, amire mondtam, hogy ezt nem lehet túlságosan vastagon és több rétegben, nem ajánlatos, uh-huh. mert akkor ez a tüzessége, amit mondtál, ez elvész. Hát a kék irányában nem baj, hogyha kicsit kifut, uh-huh. sőt fölfelé se vészes, mert egy fekete nyakra való még lesz itt a huszár uh-huh. nyakában. Huszárok annyira ragaszkodtak a nyakra valóhoz, ez egy hosszú fekete selyem sál volt, uh-huh. amit a napoleoni korban végtelen magasságig föltekertek, és állítólag nyakvágás ellen is védett, uh-huh. de ezt a huszárok még a legintimebb testhelyzetben sem vették le, tehát amikor amúgy egyéb ruha nem volt rajtuk, a nyakra való akkor is rajtuk volt, erről dokumentumok vannak. Női memoárok megjegyezték ezeket. Akkor egy ilyen közfürdőben könnyedén meg lehetett ismerni egy huszárt. Igen. 1848-ban egy egyenruha váltás történt. Ezt a sűrű zsinórzatot eltörölték, és behozták ezt az öt sor úgynevezett ritka zsinórt. Ezt a magyar honvédsereg vezette be, de utána a világ összes huszárja meg katonája átvette tőle. Hát nyilvánvaló, hogy spórolásból, takarékosságból, ugye az, meg a másik, hogy amíg begobolta az ember azt a 14 szoros gombot, hát az alatt le is kaszabolhatták. Villangos okkerrel rámész azokra a tónusokra is, amit először vittél föl a zöld földre. Igen, és tehát az alap fölött van egy zöld föld réteg, azon van az az első arcpír, uh-huh. az a rózsaszín, és erre a kettőre megyek rá most én az okkerrel, uh-huh. és ezzel viszont vége is, mert többet nem fog kibírni. Így most nagyon szép, ragyogó, világos színt kapunk. Most itt a festésnél nem pontosan másolom a fotót, ugye uh-huh. nem fotorealista kép készül. A fotó az kiindulás. Egyrészt az én dédnagyapám 1848-ban fiatalabb volt, mint most az unokaöcsém, uh-huh. tehát bizonyos ráncokat, amik egy 40 év fölötti embernek az arcán már ott vannak, azokat kihagyom, és a másik az, hogy stilizálom is a képet. Hát, mint egy plasztikai sebész. Hát igen, igen. Újraalkotod a kort. Igen, tehát úgy a fotótól, mint a saját vázlatomtól szabadon eltérek. Ez engem is meglep, hogy milyen gyönyörű arany színt kaptam itt. Ennek végtelenül örülök.
ennek az aranynak, és ezt szeretném megőrizni. Tehát bizonyos részletekről lemondok amiatt, hogy a kép összszínhatása szép legyen. Én a képeimen sem reális teret, sem reális fényárnyék viszonyokat nem használok. Tehát ezektől mindig eltérek, és a lényeg az, hogy valamilyen mennyei színhatás jön létre, és egy misztikus tér, vagy tündéri tér, ezt egy író írta, nem én találtam ki, de találom. Ez a tündéri tér, ez nagyon-nagyon találó szerintem. Egy tündéri tér, tehát nem a valóságos tér, nem a valóságos perspektíva, és sokszor hozzáértő kollégák jó szándékkal mondják, hogy figyeld, el van rajzolva az a fül, vagy igen, két szem pancsit, és mondom, nem baj. Valahogy úgy alakul a végére, hogy a fény nem ráesik a képen szereplő objektumokra és álomvilágra, gondolatokra, érzelmekre, hanem minden, ami a képen van, a fénynek hordozójává válik, és önmagából eredő fénnyel rendelkezik. De ez az a hófehér alap, az hozza ezt létre, és az, hogy nem szabad vastagon festeni. És most újabb színnel fogom megtámadni, mégpedig egy sötét színnel, amely a bajuszt és a szemeket. Esetleg umbra lesz? Igen, umbra lesz. Régi mesterek, reneszánsz és előtti mestereken kívül nagyon használom a mexikóiak, modern mexikóiakat, például Frida Kahlónak a portréit, illetve úgynevezett naív festőknek a festésmódját. Noha ezek nem naív képek, legfeljebb álnaívak, vagy neonaív, nem tudom, minek lehetne még nevezni. Szerintem egy művésznek teljes szabadsága van bármit felhasználni, bár a tradíció bármely pontjához oda nyúlhat, hogyha az be tudja illeszteni. Téged hogyan ejtett rabul a magyar huszárság világa? Mert én gyerekkoromtól kezdve szerettem volna huszár lenni. És valahogy így végig kísérte a gyermekkoromat a játékaimba is, akár a kiskatonáktól kezdve a lovaskatonákig, amiket gyűjtöttem. Neked mi volt az az élmény, ami bevonzott ebbe a világba? Ugyanaz, a gyerekkor. Csak az én gyerekkorom ugye az kicsit régebben volt, közvetlenül a háború után, amikor egyáltalán nem lehetett kapni katonákat. Úgyhogy én papírból vágtam ki, és magam festegettem ki. Így csináltam sok-sok ezer játékkatonát. Most ma már tudom, hogy az egész festészetemben ez az alap. Tehát az, hogy én ilyen aprólékosan, pici ecsettel festek részleteket, ezt ott tanultam meg, erre ott kaptam rá. De hát ezt egyébként az igazi huszárjátékban éljük ki, tehát mert mi lóháton is megvívjuk ezeket a csatákat, amikor tényleg pengenek a kardok, és tényleg ordítunk, hogy leváglak, te kutya, stb. Igen, azért itt gondolom mennek a párbajokba a cukkolások is. Persze, hogy mennek, igen. Ugyanakkor pedig vigyázni kell egymásra, hogy ne. Igen. Ugye azt talán tudod, hogy ezt az ujjamat karddal vágták le egy ilyen játékcsatába,
Hát Komáromban. Nem tudtam sajnos, de egyébként nem tűnt föl. Hát elég ügyesen visszavart. Elkaptam a levegőben szerencsére, mert azt tudtam, hogy ha egyszer leesik és megtapossák a lovak, akkor nincs az a sebész, aki vissza. A saját magad ujját kaptad el? Igen, hozzáfogtam a kardmarkulathoz, és úgy szálltam le aztán a lóról, kezembe az ujjammal. Hát azért győzel, óriási lelki erő, ha ne haragudj. Hát azt a mindenit. Ezt ugyanolyan játéknak éltem meg, és ma is büszke vagyok erre a sebesülésemre, mint az egész dolgot. De ugyanúgy tudod használni, mint hát azért, mert egy zseniális plasztikai sebész ott Komáromba, egyébként mindez szombaton délután történt, amikor a kórházban nincs senki, de elérték a kertjébe kapált éppen, és mondta, hogy most indul a kórházba, engem is vigyenek be, és hogyan mosakodjon be a nővér, és utána egy másfél órás műtéttel visszavarta az ujjamat. Hát, fantasztikus. És utána még akkor ilyen egyenesre vettem, mint a többit, hozzá gipszelték a többihez. Most kiderült, hogy keresztül vágták az ízületet, tehát mozgatásról szó sincs. Értem. De aztán már itt Budapesten egy új specialista kérdezte, hogy mi a foglalkozásom. Mondtam, hogy festőművész. Akkor azt mondta, hogy nem lesz jól maga ujja, mert akkor... és akkor így recsentve egyet tört rajta, azt mondta, ez a görbület jó lesz, csak egy ceruzát hozzáfogtam, na még egyet. És akkor még egyszer eltörték, és akkor ebbe beállították, ebbe az ecset és ceruza fogó. Ez azért elég bizony, nem haragszó. Hát figyelj, nagyon jó kedvűen mondod el. Huszárt festünk, tehát... Szóval azért a huszánoknál mindennapos, hogy fogják, az úgy leesik, az új visszatördelik abba a szögbe, ami a foglalkozás. Azért ez nem rossz. Őrmester úr, erre! Előre! Azért már régebb óta alkotsz, tehát nem ma kezdted. Minden egyes alkotásnál érzed azt, hogy hú, itt van megint egy festmény, te jó ég, mi lesz belőle? Így van, ez, és fogalmam sincs, hogy mi lesz belőle. És elég sok képet kidobok, csak ezt nem merem nagy dobra, hogy annyira elrontom, hogy nem lehet kijavítani. Akkora macera, hogy inkább egy új vásznat kezdek, vagy felhasználom a hátulját a vászonnak. Ezt szó szerint kidobod egyébként? Tehát megfogod, leveszed a keretről és eldobod? Eldobom. A bajusszal. Hát igen, ez most egy nagyon lassú munka. Minden szőrszálat megfestek. Ha kész vagyok, akkor tovább az arcoz nem nyúlok, hanem megfestem sötétkékre, dekoratív, egyforma sötétkékre a dolmányt. Utána pedig egyforma zöldre a tábori sapkát. Utána a tábori sapkának a szemernyőjét dolgozom ki, és akkor derül ki, hogy ezeknek az összefüggésében mit tud az arc. Módon dolgozom, tehát nem képet festek, hanem színeket teszek fel. Tehát most a kéket nyomjuk, utána pedig a zöldet nyomjuk rá. Ugye miután a pirosak már fönt vannak, és utána remélem, akkor már a kép színvilága majd előttünk áll, és akkor lehet dönteni az apró részletekről és a finomabb színátmenetekről. Tudod, mi jutott eszembe? A japán festészet. Na hát onnan szintén, amit tudok, lopok. De annyira most így hirtelen. Hát Győző, egy huszáros hajrával
fölkerültek színek még a képre. Most a fő színek vannak nagy foltokban föltéve, uh-huh. tehát szeretném ebben a színvilágban megtartani a képet, uh-huh. de a képhez tartozik a keret is. Most, amikor úgy nagyjából a figura megvan, akkor eldől, hogy milyen színű lesz a keret. Ugyanolyan színű lesz, mint a háttér, tehát ez a világos uh-huh. zöld. Tehát kiszedem a képet a keretből, és a keretet egyszerűen mázoló munkával igyekszem ugyanolyan zöldre festeni. A keretnek az a feladata, hogy elválassza a képet, ami ugye egy uh-huh. mesevilág, vagy egy önálló világ, a külvilágtól mondjuk egy konyhaszekrény, meg egy ajtó közé fog kerülni, fölötte lóg egy barométer, stb. Néhány fotó. Elég szürreális. Tehát, hogy ezt állja a sarat, uh-huh. ezért el kell választani a környezetétől. Uh-huh. Rózsaszín tónust hordasz fel most az arcra. Mi ennek a szerepe? De ez az úgynevezett második arcpír, uh-huh. ami erőteljesebbé teszi a formákat és élővé az arcot, de ezzel nagyon csínyen kell bánni. Hát fehér rétegekkel Igen. vissza lehet nyomni, de jobb, ha az ember egyből jót fest. Én azt gondolom, hogy ez a bizonyos félálomszerű fantáziálás az minden festőnek fontos. Uh-huh. Tehát most elég kényszeres dolog, hogy kamerák előtt beszélgetve kell festenem. Nagyon oldottan csinálod egyébként. Hát, nem érezni azt a feszültséget, amiről beszélsz. Lehet, hogy a külső szemben. Hát egy darabig, ugye a kutya is egy darabig tud két lábon állni, de tartósan nem az a létformája. Nézzük, te már profi vagy ebben, szerintem adtál annyi riportot, szerepeltél annyi. De nem festettem közbe. Uh-huh. Tehát ez ilyen szempontból akkor novum. Hát novum, és ez elég keserves és nehéz. A kép szempontjával abszolút nem, meg a társaság szempontjából sem. Jó veled így beszélgetni. Neked nehezebb koncentrálni, azt hiszem. Ezért vannak néha jelentős csendek a felvétel közben, miközben mondjuk egy bajuszt festesz, vagy egy apró részleten dolgozom, mert a kérdező nagyon nehezen dönti el, hogy melyik az a pillanat, ahol zavarhatja az alkotás folyamatát. Mindegy, mert mindenképpen zavarsz. Tehát... Uh-huh. Jó, semmi baj, én ezt fölvállalom. Vesszük a keretet, és felfestjük uh-huh. a piros színeket. Hát még most fölfestem, mivel a piros benne van az ecsetbe, a nevet. Uh-huh. Az én esetemben ezek elsősorban színfoltok. Uh-huh. Tehát ugye ez egy direkt üresen hagyott sarok, tehát ide
én már beterveztem, hogy itt valamilyen piros színfolt lesz. Kész a kép. Akkor azt hiszem, hogy eljött az ünnepélyes pillanat, de nagyon érdekes dolgot vettem észre. Sötétkék felsőbe álltam itt, fekete nyaksállal, mint ahogy a huszárok. Viszont hadd tiszteljen meg a pillanatot, az alkotót és Borzák Miklós. Őrmester úr, tisztelettel, ilyen a szép festmény, ilyen a festészet. És jelentkezem, hogyha megfelelő méretű lesz a bajuszom. Kösz, huszár, pihenj! Anyám, én nem ilyen lovat akartam.